kezdődjék a mérkőzés, madarászdóra adogat az elején. Igen, egyből Kriszti be is jött fanákot indítani, Dóri fonákjára. Szerintem az is lesz itt a célja, hogy abba az átlóba vigye a játékot, de Dóri nagyon okosan egyből középre fordított. Hát igen, és itt most ki is állt, ugye, amit mondtam, hogy a Dórinak ez nagyon jól játékeleme, és ezt ő nagyon tudja, hogy kiálljon fonákról, és bepörgesse a labdát. Sokszor azért az adogatása is neki nagyon jó színvonalú, emiatt tudja sokszor előre, hova jön a fogadás, vagy csak olyan minőségűt lehet fogadni, hogy kiérjen rá. Ugyanis csak úgy vaktában azért nem lehet elindulni kifelé ezekre a labdákra. Közben az adogatásából Kriszti is megszerezte első pontját. Most egy asztal fölötti fonák indítás. Egy nagyon picit magas lett Dóri rövid játéka, így egy picit agresszívebb labdát kapott, mint amire számított. Igen, ez ugye látszódik, hogy Kriszti nagyon érzi Dórit, hiszen minden szerváját tudja indítani. Rögtön el is indítja vele a játékot. Ez egy nagyon szép tenyeres indítás volt. Ki mély tenyeresre, meg is lepte madarászt ezzel. Dóri is bejött fonákot indítani, de ez kicsit rosszul talált el, szerintem felső szélével így eléggé kiszállt. Ez nagyon szép volt. Igen. Középre látszik, hogy Dóri keresi a Kriszti könyökét, ugye el kell lépnie, de ezt most nagyon jól megoldotta Kriszti, és egy gyönyörű tenyeres pörgetéssel. Megszerezte az előbb zsinórban 6. pontját, és most megszakadt ez a sorozat, úgyhogy 6-3-ra szépítette a saját szempontjából az állást Madarász Dóra. Kicsit elpattant a labda, úgy láttam Dórinak. Szerintem ez nem volt a legjobb fogadás, de Kriszti szerencsésen jött ki végül belőle. Ez egy nagyon szép labda volt, pedig Kriszti tenyerese is elég éles volt, nem is ment annyira rossz helyre, de Dóri oda várt a keresztbe, így nagyon élesen vissza tudta húzni még kiebb tenyeresre. Igen, Dóri ezt nagyon jól csinálja, hogy a nagy pöriket megfogja elsőre. Szép volt. Ez is egy szép kombináció volt, most ahelyett, hogy rányeste volna középre, maradt a középnél madarász, de fél hosszan, így egy kicsit kibillentette mélységben Ambrust, akinek beljebb kellett lépnie, és egy kicsit le is maradt, így lassabbat húzott, és kinyílt a tenyeres sarok. Erre az indításra nem ért ki Dóri, bár ki akart állni. 8-5-re vezet Kriszti. Eddig én egy picit sablonosnak érzem madarász szerváit, és nagyon kreatívan sokfélét tud adogatni, és eddig szerintem nagyon ezt az egyfélébe bízik, amit Ambrus úgy tűnik, hogy határozottan fogad. Hát igen, még az elején vannak a mérkőzésnek, nyilván még Dóri is meg akarja érezni a játékot. Az első szett nagyon fontos, hogy ki nyeri meg. Nagyon szép. Igen, megint azt láttuk, hogy középre rányest a Dóri hosszan, amivel már próbálkozott, és ismét nagyon jól reagált rá Ambrus. Most váltott szervát Dóri, de Kriszti nagyon szép fonákot indított rá megint. Azt a végére mennek, mélyen ki, ezért nehéz őket jól letámadni. Ismét rányást a középre Krisztinek, most nem tudott rá Kriszti akkorát pörgetni. Még mindig maradt 2 szett labdája, és ő adogat. Ez kicsit lecsúszott ez az indítás, amit Dóri indított, bocsánatot is kért érte. 10-9, úgyhogy jó izgalmakat hoz az első szett. Nagyon szép volt.
azonnal beindította Dóri a szervát, és ezzel egyenlített 10-10. Pillanatok alatt lett 10-7-ről 10-10. Két nagyon szép fogadás volt 10-8-nál. Pedig most jól rá tudott fordulni, ahogy a meccs elején már egyszer. Most egy kicsit lassabb és rövidebb volt Ambrus indítása, úgyhogy megvolt a lehetősége Madarásznak, hogy letámadja, de kicsit hosszú lett a pörgetés. Most viszont egy nagyon szép és kreatív kombinációt választott, kitette tenyeres oldalra Ambrusnak, hogy kimozdítsa, onnan már valószínű volt, hogy keresztpörgetést fog kapni, és ezt várta is, és egyenesbe, középre visszahúzta, ahol már Ambrus nem tudott visszaérni. Dorinak lett most szett labdája, 12-11-re vezet, de Ambrus adogat. Ez egy szép indítás volt, jó helyre is ment, illetve volt benne egy kis oldalfal, és ezért kanyarodott még rá Ambrus testére, ilyenkor ezen még többet kell lépni, ez megnehezíti azért a dolgot, de Madarász nagyon szépet fordított az első szedbe, így nyugodtabban várhatja a folytatást. Közben a többi asztalon is már a második, harmadik szettek mennek. Egyébként a tegnapi napon Madarász simán nyerte a csoportját, Ambrus Krisztina pedig második helyen végzett Bálint Bernadett mögött. Ezért is játszhatnak egymással, ugye a csoport elsőkhöz sorsolták be a csoport másodikokat a negyeddöntőkre. És akkor a többi mérkőzésen pedig Imre Leila 1-0 és 4-2-re vezet Varga Tíme ellen. Fehér Orsolya 1-0 5-3-ra Nagyváradi Mercedes ellen. Igen, ők egyébként csapattársak most Németországban, Orsi meg a Merci, azért is nincs senki mögött edző. Szép pörgetés volt Krisztitől, nagyon okosan. Dóri nagyot várt, és Kriszti csak átemelte finoman a labdát. Le is maradt róla Dóri. Ezt is jól akarta Ambrus, Madarász elmozdult tenyeres oldalra, és az utolsó pillanatban Ambrus változtatott a mozdulaton, és egyenest akart, de hosszú lett a pörgetése, úgyhogy egy-egy. Igen, most már másokat szervál Dóri, nem ezt a sablont, amit az első szedbe adott, most már elkezdte variálni. Valószínűleg azért az első szed után egy kicsit feloldódott, és könnyedébben játszik. Egy szép labdamenet volt. Dóri most visszatért ahhoz a szervához, amivel kezdte a meccset, de most egy különlegesebb helyre, Fonákon oldalra kiszerválta, és el is indult kifelé, hiszen onnan jó eséllyel kereszt indítást kap az ember, de még kijebb ment egy picit, mint várta, és akkor kibillent. Ambrus szép droppal megcsinálta még az előző pontot, de azóta 3-2 már Madarásznak. Bálint Bernadett Molnár Kendra mérkőzés pedig 1-1-3-2-es állásnál jár most Bálint Bernadett vezetésénél. Megint kitette Dóri a szélére Krisztinek, és ismét jól megoldotta Kriszti ezt a pörgetést. Szerintem eddig nem csak eredményben, hogy szoros volt az első szed, de úgy játékkép alapján is jól tartja magát Ambrus Krisztina. Ez nagyon szép volt. Hát igen, ezt ugye nagyon érzi a Dóri. Most azért sokkal több vari van a Dóri szervájában. Igen. Ez is fél hosszú volt. Ha az ember fogadó rövidet vár és úgy belép indítani, akkor egy fél hosszú szerve azért nagyon megzavarhatja és csökkenti az indítás minőségét. Azt nézik, hogy csúszott-e. És Ambrus Krisztina nagyon sportszerűen mondja, hogy szól, hogy elfogadta, hogy csúsza volt, úgyhogy 5-3 Madarásznak.
itt is láthatjuk, hogy mennyire sokat számított, hogy az első szedbe Dóri 10 hétről fordítani tudott, hiszen most már magabiztosabban játszik a második szedben, mint az elsőben játszott. Igen, most egy nagyon éles fonák indítást próbált, ez elég kockázatos volt, és hálóba is ment. És megint a úgynevezett visszaszervát adta. Ezt azért lányoknál szerintem viszonylag kevesen adják jól, és Dórinak elég jó ez a szervája is. Ez nagyon szép fonák, lassú egyenes indulás volt Dóritól. Közben Imre Lejlának 1-0-ra vezet, és 10-9-e van Varga Timi ellen. Szerintem érdemes nézni, hogyha valaki próbálja egy kicsit taktikai szemszögből figyelni a mérkőzést, hogy Ambrus Krisztina milyen kevés labdát kap fonákjára tisztán. Ebben a szedben nem is emlékszek fonák pörgetésére. Egy-egy fonák indítása volt, de onnantól szinte csak középre vagy tenyeresre kap labdát. Most volt egy fonák indítása, ami egész jó minőségű is volt, de utána egyből kapta középre gyorsan vissza. Ilyen madarász néz ki jobban, belejött a játékba, és ezt a szetet elég meggyőző játékkal nyerte. Igen, a többi asztalon pedig Bálint Bernadett vezet 2-1-re Molnár Kendra ellen. Varga Timi Imre Lejlánál 1-1 az állás, és a nagyváradi Merci Fehér Orsinál pedig Fehér Orsolya vezet 2-0-3-0-ra. Merci időt kért, hogy egy kicsit átgondolja. Madarász Dóra edzője egyébként a korábbi és nevelő edzője Szili György, ugye mert Dóri Franciaországban játszik, és a francia edzője nyilván nem tud itt lenni, és ilyenkor Szili Györgyöt szokta megkérni, hogy üljön be mögé és segítse a meccseken. Sokat dolgoztak együtt, és nagyon sok év van már mögöttük. Ambrus Krisztina mögött pedig az Erdélt klub vezetője. Ő most azért tud jobban figyelni erre a mérkőzésre, mert a másik két versenyben lévő játékos egymással játszik, úgyhogy azon a meccsen nem ad tanácsot. Nézzük a harmadik szettet. Ugye 2-0-ra vezet Dóri. Szettet viszont jól kezdi Ambrus, 2-0-ra vezet, két fogadó pontot is csinált egyből szett elején. Kriszti azonnal kinyeste neki, Dóri azonnal el is indította a poént, és három szép pörivel meg is csinálta a labdamenetet. Igen, de Dóri továbbra is nagyon erőlteti a közepet, most viszont Ambrus Krisztina jól elfordult kétszer. Ez nagyon szép volt. Igen, Dóri nagyon jól csinálja ezt, hogy kinyúl és visszahúzza mély tenyeresre, nagyon nehéz elérni. Na, valamit mutatott madarász, igen, azt mutatja, hogy picit széle volt, nem volt egészen tiszta, de szép volt, hogy odaért rá. De jó helyre ment ez a pörgetés. Tökéletesen eltalálta most a közepet Dóri. Kriszti nem is tudott rámozdulni. Azt szokták mondani, hogy ha gyorsat tud pörgetni a játékos, az nagyon sokszor jó az ellenfél könyökére, mert azért a pingpongasztal nem annyira széles, és ha kinyúl két szélről, könnyebb hirtelen belekapni a gyors labdákba, mint középről. Szép volt. Kicsit magas volt ez a szerva, Dóri azonnal meg is indította. Madarász most nagyon kreatívan játszik.
szinte minden fogadása más, mindig van valami kis eltérés a szervái között, vagy teljesen más adogatást választ, vagy pedig a hosszán, vagy a falson módosít valamit. Így nagyon nehéz is ellene játszani. Nem tud egy sémára beállni az ellenfél. Vagy most időt is kér Ambrus. Közben Szandi jóslatához híven Fehér Orsolya 2-0-nál 9-3-as vezetésre tett szert Nagyváradi ellen. Úgy tűnik, hogy tényleg nagyon jó formában van. Mondtam. Tényleg tegnap nagyon jól játszott Orsi, néztem egy-két meccsét is. Az évadnyidó versenyen is legyőzött egy jó lengyel játékost, nemzetközi szinten is jó játékos, és talán a Madarásztól kapott ki 4-3-ra, ugye? 4-3-ra, az nagyon szép, hiszen én azt gondolom, hogy Dóri azért itt, ő itt a meghatározó egyénisége ennek a versenynek. Ő a legjobb talán közülük, és őt azért megszorítani, azt szerintem tényleg nagyon szép az Orsitól, hiszen sokkal fiatalabb, mint Dóri. Közben Molnár Kendra megnyerte a negyedik szettet, ezzel 2-2 van az ő meccsükön. A két erdértes versenyző mérkőzésén 1-1-8-7-re vezet Imre Lejla. Úgy tűnik jó volt az időkérés, hiszen Kriszti feljött 5-5-re. Jól kezdte, a pont elején jól játszott Kriszti, aztán egy kicsit szerencsés ütéssel, egy necces labdával megzavart a Dórit, és Anton már teljesen kiszolgáltatott helyzetben volt. Dóri nagyon keresi a tenyerest, azonnal ki akar állni Fonákról is. Kriszti próbálja ott tartani Fonákon, hogy ne tudjon olyan gyorsan kiugrálni Dóri és bepörgetni. Én úgy érzem, hogy Madarász egy kicsit vesztett a koncentráltságából, és az, amit kiemeltünk az előző másfél szedben, hogy taktikailag milyen precízen játszott, az olyan gyönyörű indítás volt, de most sokkal több Fonákot játszhat Kriszti. Nincs meg annyira az a fegyelmezettség, hogy szinte labdába se érhetett Fonákkal Ambrus. Elrontja az indítást Kriszti, de még mindig vezet, és ő fog most adogatni. Közben mióta 9-3-nál kiemeltem Fehér Orsolya vezetését, Nagyváradi Mercedes 7 pontot csinált egy húzamban, és 10-9-re átvette a vezetést. Tíz-tízre egyenlít Fehér Orsolya. Ambrus 9-7-re vezet. Két erdértes játékosnak a csatája nagyon, nagyon szorosan alakul. 1-1, 11-11. Közben Ambrus pedig egy nagy szép tenyeres indítással 10-7-re módosítja az állást. Ez a visszaszervája Dórinak, ez rendszeresen oldalfas, vagy már-már felső fals, és Kriszti látja, hogy ezt indítani kell, de úgy érzi, hogy picit több, nem annyira felső fals szerve, így rendszeresen hosszúra indítja. Nehéz ezt tenyeressel neki, ugye, és jön be Fonákkal, és ezért onnan kiszáll, mert ugye beljebb kell lépni, hogy tenyeresről Fonákot tudjon indítani. Most egy nagyon szép kombináció után Dóri egy ászpörgetéssel 10-9-re módosítja az eredményt, és az első szethez hasonlóan 10-7-ről 10-9 lesz. És ismét 10-10. Ismét 10-10. Azért, ha itt 3-0 lesz Madarásznak, az nem tükrözi a szettekben mutatott szorosságot. Kétszer is 10 hete volt Ambrusnak, ezt a szettet még lehet megnyeri. Most kicsit óvatosabbat indított erre a szervára, hogy nem szállt ki, és Madarász pedig netszautot húzott Fonákkal. Úgyhogy van még egy szettlabdája Ambrusnak. Mint az első szettben. Szép fogadás volt, Dóritól meglepte vele Krisztit, hogy
élesen rányeste a fonákjára, nem tudott a Kriszti kiállni, hogy megpörgesse. Igen, eddig rendszeresen középre nyeste rá, és most előre odafordult Ambrus, azt várta, és Madarász pedig módosított rajta is. Ez felcsúszik, ezt befejezi a Dóri nagyon gyorsan. Közben mindenhol kiélezett szituációk vannak. Nagyváradi Merci megnyerte 9-3-ról a szettet. Itt pedig egy gyönyörű fonák lehúzással Ambrus egyenlít. Detti és Molnár Kendra meccsén is nagyon szoros, 2-2-8-6-ra vezet Detti. És újabb szettlabdája van Ambrusnak. Ezt jól láttam most, hogy ki fog csúszni ez a szerva. És meghúzta, onnantól már előnyben volt a ponton belül, és tudott végig támadni. Szép volt. Igen, most Dóri még egyszer fonákra nyeste rá, hogy hárította korábban a szettlabdát. De most ezt várta Ambrus, és nagyon szép fonák egyenest indult. Ez már Varga Timiának szettlabdája van, hogy 2-1-re vezessen, 15-14-re vezet. Ez fontos szett mind a kettőjüknek. Nem sikerül megnyernie 15-15. És egyébként közülük Imre Leila nyerte meg tegnap a csoportját, ő Nagyváradi Mercedes győzte le. Varga Tímea pedig Fehér Orsia mögött lett második, tehát az a csoport összecsapott, egymásra sorsolták az elsőt és a másodikat. Merci most egy kicsit összekapta magát 9-3-ról, és visszajött a meccsbe. Itt az lélektanilag nagyon fontos mind a kettőknek. Mercinek nagyon nagy erőt adhat 9-3-ra a nyert szettet, Orsinak pedig azért ezt fel kell dolgoznia, hogy már lényegében egy, hát azért 3-0-ra már ritkán kapnak ki játékosok, úgyhogy úgy érezhette, hogy kezében van már-már az egész mérkőzés, és most újra teljesen nyílt. Itt főleg úgy, hogy addig Orsi azért uralta a játékot, és egyértelműen vezetett. Itt közben Dóri egy szerencsés poénnal 1-0-ra vezet a negyedik szedben. A két erdértes mérkőzésén pedig még mindig tart a maratoni játszma. Most épp Imre Lejlának van előnye 17-16-nál. Ez a meccs után ugye jönnek a fiúk. Ezen az egyes asztalon láthatják majd Fazekas Péter és Ecseki Nándor mérkőzését. Ez nagyon szép, nagyon szépet fogott meg Dóri. Itt azért az látszik, amit már említettünk, hogy ezek, hogyha középre mennének, szerintem nehezebb dolga lenne Madarásznak, hogy megfogja ezeket a pörgetéseket, de főleg amikor középre száll föl, vagy középről tud éleset pörgetni az ember, az nehéz középre, hiszen ott a legrövidebb az asztal. És azért a legtöbbek ellen ezek jó pörgetések lennének, valószínűleg poént érnének. Csak hát most Madarásznak ez nagy erőssége, a tenyeres oldal. Az gyönyörű volt. Közben úgy tűnik, hogy Fehér Orsaját nem törte meg ez az elvesztett játszma, és 5-3-ra vezet a negyedik szedben. Van Lejlánál és Timinél a kettes asztalon. Lejla egy mosolyt is megeresztett. Az sem vége a számlálónak. Azt tudod, meddig tart a számláló? 21. Hát ezek a régi számlálók. Hát azok tovább mennek szerintem, hát ott is. De kiszedték a lapokat. Ja, 21-ig megy? Uh-huh. Én úgy tudom, hogy 21-ig megy. Lehet, hogy most kiderül, hogyha most szettlabdája van Varga Tímeának. És 20-19, és időt is kért. Hát, hogyha ezzel így számolt, hogy 20-19-ig vár az idővel, akkor akkor jós. Úgy volt vele, 20-nál kikérem. Szép volt. Az gyönyörű volt.
nagyon nehéz szöget ütött Dóri, azt már nem lehetett fedni. Még hiába várt a tenyeresre a labdát a jó kiváltás után, Ambrus ennyire mély tenyeresre nem számíthatott. És megpróbálta levédeni Dóri a visszaváltást, ez azért egy nehéz elem támadóktól, és nem is sikerült neki. Ezt a szervát már adta többször Madarász, csak eddig a fonákra vagy középre, és oda be tudott jönni fonákkal Ambrus, amivel ezt a falsot könnyebb fogadni, főleg neki, ilyen aki egy falsos, igen. Igen. Főleg neki, aki fonákorientált játékos. Ez nagyon szép volt. Dori hátralépett egy lépést, és lassan, finoman áthúzta Krisztinek, el is csúszott a labda. Madarász elégedetlen. Nem hiszem, hogy az eredménnyel van problémája, inkább talán az adott mozdulattal. Ez kicsit csúszott ez a labda, úgyhogy Madarász már elpattant és nem talált el. Fejrorsi a 10-6-ra vezet. Varga Timi pedig 21-20-ra. Nézzük a számlálót. Tehát akkor szerintem itt végek. Meg tudunk valamit. Még van ott pár lap, most nézte meg a bíró, sportársa volt benne biztos, hogy hány lap van még mögöttem, eddig fog tudni elszámolni. Én őszinte leszek, nem emlékszek olyanra, hogy láttam volna, hogy elfogyott. Így most a 11-esekből, hogy elfogyott 21 fölött? A számláló, igen. Én nem tudom, hogy... Talán nemzetközileg láttam ilyen hosszú szetteket, Magyarországon nem nagyon szoktam ezeket látni. Közben Bálint Bernadett 4-2-re legyőzte Molnár Kendrát, és ezzel bejutott a legjobb négybe. Azt a meccset kicsit ritkábban mondjuk, mert oda pont belóg nekünk az oszlop, nem látunk rá olyan tisztán. Timi pedig 23-21-re megnyerte a szettet. Kicsit elégedetlennek tűnik, hogy megnyerte a szettet. Igen, testbeszédből nem tudtuk volna eldönteni, hogy melyikük nyerte meg. Orsinál idő van. Fehér Orsi kikérte magának, mert 15-ről most 10-7 lett. Nekem az mondjuk meglepő, hogy az előző szettben nem kérte ki. Szerintem ez egy apró rutintalanság volt. Igen. 9-3-ról nem kéne időkérés nélkül elveszteni szettet. Szerintem, hogyha itt lett volna mögötte edző, akkor az a szett nem megy le időkérés nélkül. Azért 9-6-nál szerintem az átlagosan akkor időt kért volna a legtöbb edző. Meg is nyerte Fehér Orsolya a szettet egy okos ritmusváltással. Igen, így a játék képe alapján, így kívülről könnyebb látni, de azt hiszem, hogy Merci nem biztos, hogy a legjobb taktikát választotta, hiszen Fehér Orsinak a fonákja sokkal jobb, mint a tenyerese, és Merci kevésszer vált oldalt, hogy leváltsa Orsit a tenyeres oldalra. Közben Madarász egy okos pörgetéssel kezdi, jó helyre menő pörgetéssel, így 1-0-ra vezet az 5. játszmában. Ez szép volt. Igen, sok pont kezdődik így, hogy Ambrus fonák ott indít, ami neki az erőssége, arra a Madarász megpróbál ráfordulni, hogyha arra nem ér ki jól, akkor nehéz helyzetbe tud kerülni. Viszont kockázatos is Ambrus részéről, mert hogyha pedig egy picit kijebb tud lépni, nem annyira jó minőségű az indítás, akkor nagy pörgetést kap. Szép volt Doritól. Nagyon szép volt, igen. Két egyenes okosan. Igen, ez végig volt előre fejbe játszva ez a pont. Középen kimozdította, onnan várta, hogy kimozdogassa még egyszer tenyeresre, és ott már nyitott maradt a fonák olda. Igen, most Dori elkezdett egyeneseket játszani, mert Kriszti már nagyon várja a kereszteket. Igen, én azért úgy látom, hogy ha Dori pontosan betartja a taktikát, akkor uralni tudja nagyon egyértelműen a mérkőzést, de most megint egy nagyon szép fonák indítást láttunk. Az szép volt.
Igen, itt még az árkapus mérkőzésen is egyértelműen hallatszik a taps, ugyanis Ambrus egy nagyon nehéz labdát gyönyörűen gurulósra tett föl, ilyet azért ritkán látni. Ez gyönyörű volt. Nagyon szép volt, Krisztián. Ez jó eséllyel lehet a naplabda, napütése is. Hát azért még várjuk meg a fiúkat. Igen, igen, de azért ilyet tényleg ritkán látni a fiúknál is. Innen föntről nehezen látszik, hogy mennyire pattant. Gurulósnál szokták nézni, de ez nagyon közel volt ahhoz, hogy teljesen guruljon az asztalon. Az egy gyönyörű lepörgetés volt. Az induló is nagyon szép volt már Krisztitől, hiszen épp hogy csak kicsúszott, és át tudta pörgetni, de Dóri... Ez gyönyörű hangja is volt a találatnak. Egy-egy ilyen szép találatnál nagyon-nagyon hallatszódni tud, hogy ez igazán egészségesen volt eltalálva. És most ilyen Dórit felbőszítette az a guruló. Egy kicsit azt érzem, Krisztin, hogy mentálisan nehezen hiszi el, hogy megverhetné a Dórit. Igen, Dórinál azért látszik, hogy ő itt nem csak az a célja, hogy nyerjen, hanem egy magas színvonalú játékot vár el magától, amikor még vezet is egyértelműen simán, esetleg a szetten belül, hogyha nem jó ütést választ, vagy rosszul vitelezi ki, akkor haragszik magára. Ez szerintem jó hozzáállás, hogyha ekkora, ennyire egyértelmű esélyes az ember, és akkor próbálja a saját játékát olyan magas szinten tartani, ami tényleg neki is nívós. Szép indítás volt. Dóri most nagyon határozottan belépett, és fonákkal ráindította a Kriszti fonákjára. Nem is tölt fel a Kriszti mit kezdeni. Közben úgy tűnik, hogy Varga tíme azért mentális előnyt tudott kovácsolni abból a nagyon hosszú maratoni játszmából, és most 6-4-re vezet a negyedik szetben. Dóri nyert igazából határozott 4-1-jel. Bejutott a legjobb négy közé. Igen, nem váratlan eredmény, de meggyőző játék volt. Igen. Mind a két elődöntőben megvan már egy-egy szereplő, a fölságon Madarász Dóra biztosan elődöntő, és az alságon pedig Bálint Bernadett.